De ki van itt? Kis játék. Szerintem ezt, hogyha tetszeni fog neked, akkor még az is lehet, hogy te is esetleg streamen kipróbálod. Mutatom. Na, láttam amúgy is, te voltál párszor geogesszerezni velünk. Meg játszottad ezt a time guesszert. De játszottad de a food guesszert. Hallod, soha életemben, de jó ez. Úgyhogy food guesszer. Figyelj, mondom. Food guesszer. Okay. Látjuk azt, hogy milyen alapanyagok vannak itt jobb fölül. Ó, oké. Okay. És egyelőre ennyit Anko. Tudunk. Egyelőre ennyit tudunk, hogyha tippelünk, az országot kell eltalálni. Hogy melyik országból jött ez az étel. Tudsz közelíteni a képre? Hát megpróbálom neked, de... De hogy engedi, vagy ezt így neked? Aha. Ja, ezt én csinálom. Erre te csinálod. Annyira bezoomoltam, hogy most ki se tudok zoomolni. Mit kell ilyenkor csinálni? Kontroll, görgő, visszafele. De már nem tudok ilyen görgözni. Mit tudok? De, ja, aha, köszi. Amúgy szépen. nekem na, így rá... Így tudok. Jó, hagyjad inkább, majd. Jó. Ne, ez így tudjuk. Tehát, hogy az ott egy bambuszlevél lehet egyébként? Nagy, a tányér, meg a tálalás, az teljes mértékben ázsiai. Hm? Tehát, hogy ez nekem ilyen... Talán japán, de a japánoknál talán kicsit szebb lenne a tálalás egyébként, azt gondolom, és... De legyen japán, legyen nézzük, japán. Nézzük meg japánt. Oda néz! Azt kellett volna még, hogy jó, japán, és mi ez az étel, még azt megkérdeztem volna. De most már látom. Tonkacu. Jó. De japán volt. 5000 pont. Fogalmam. Elképzelésem nincs, mi az a tonkacu egyébként. Na, egyébként le van itt róla írva egy kis, ilyen kis információ. Egy tradicionális japán étel. Aha. Na, semmi baj. Igen. Jó, mehet a kövi. Na, lássuk. Oda néz. Sajt. Tehén. Nagyon fontos, hogy piros, zöld és fehér színek vannak ugye a sajtnak a... Hát az is oda van, hogy ementáler. Ementáli. Én ezt... Ezt nagyon olasz fele hajlok egyébként, de hogy így... Legyen Olaszország. Az. Lássuk. Nem. Nem olasz, de nagyon-nagyon közel van. Egyébként itt most látod, hogy jelzi majd, hogyha te is kipróbálod ezt, hogy ilyen hideg-meleggel jelzi. Azt mutatja, hogy három tűz, tehát nagyon közel van. És ugye azt mutatja még, hogy van egy ilyen kis iránytű, hogy észak és nyugat között, tehát hogy én észak-nyugatra van Olaszországtól, és gondolom még az is... A francia. Azt jelenti, hogy a határhoz közeli. Akkor francia lehet? Jó. Nézzük meg a franciát? Hát, vagy mi van arra fele? Svájc is ott van? Lehet. Nézzük meg Svájcot. Switzerland. Az. Ja. És így csak 4500-öt kaptunk a francba. Hát igen. Pont is sokkal jobban oda kell figyelni. Jó, hát ez... oda néz. Sokkal több infót várok tőled. Hopp-hopp! Olvassam fel jobban, hogy nézzem a képet, neked elemezzük. Beans, vegetable, garlic, tomato, spices, herbs, lime juice. Ha rá tudunk közelíteni arra a tányérra egy kicsit. Melyikre? Nem, ami közelebb van a kép alján. Azt próbálom most. Jó, és akkor láthatjuk, hogy ha elmegyünk egy picit balra, ja, a szöveget is akarod nézni? Persze, hát mindent nézünk. Képből. Tradicionális Mocotó de Pau dos Pob, úgyhogy Portugáliában vagyunk. Mondod? Ez 100%. Ez nem spanyol. Á, hogy a szöveg az, de hogy ez Portugália-e? Vagy Portugál étele? Ja, hogy az étel? Nem azt kell kitalálni, hogy a kép hol készült, hanem hogy az igen, étel igen, milyen. Igen. Mert, hogyha itt jól megnézed, ez... Hát, amikor rá nem mondom, de azt akartam mondani, hogy ez lehet, hogy valami írásjelek is vannak itt ezen a papíron, de...
Nem tudom, mennyire becsapós most ez a szöveg ott. Azért valószínűleg portugál a szöveg. Hát na jó, van, csak azért elvisz érted egy irányba, hogyha izét látsz, az a baj. Hát lehet ez valami Dél-Amerika is, nem? Bor, igen, bor is van. Bort szolgáltak fel. Ami azt talán szerintem inkább portugál. Én inkább ezt ilyen otthoni dolognak gondolom egyébként. Nem éttermesnek. Én maradok a portugálnál. Igen. Néztem egyébként a hozzávalókat? Néztem, igen. De most pont olyan hozzávalók egyébként, amit minden országban használhatnak. Tehát az, ott semmi olyan egyedi nincs benne. Egyébként a brazil is ott volt mellette, szóval az a se. Gondolom az is teljes lett volna. Mokotó. Ja, hát az volt pont odaírva a papírra is, hogy Mokotó. Ami egyébként hozzáteszem, megint nem tudom, hogy micsoda, tehát hogy így... Nekem sincs semmi fogalomról. Tehát hogy figyelj, azért mert szakács vagy, nagyon-nagyon sok életed végig tanulhatnád az ilyen speciális hát, kajákat egyébként. Hát, hogy lehet most párat tanulni, mondjuk ránézésre nem tűnik olyan jóra. Tudom, olyan csirkepaprikásnak tűnt egyébként. Ez jó, egy mehet a kövi. Ez volt egy ilyen kör, és akkor lehet ilyen random, meg van ilyen napi. Megnézzük a napit? Jó, megnézzük a napit, persze, mert a kövi. Na, akkor örülök, neked ez tetszik. Vagy imádom az ilyet. Peanut sugar, butter, vanília, extract. Nagyon angolos vagy franciás nekem egyébként. Ez a földi magyaros? Aha. De amerikai is inkább? Mármint én csak kérdezem, meg tudom én. Ott nagyon menő ez a földi de ott meg ilyen magyar, vagy inkább nem a izé megy. Ez a krém, a földi magyar ókrém. A peanut butter. Nekem Amerika választnak nem tetszik. Jó. Legyen Anglia. Anglia. Várjál, Anglon nincs is. Akkor Britain. Akkor az rip. De várjál, az sincs. Akkor mi van? Akkor csak UK van, gondolom. Bár mondjuk az a vanília is egyébként. Akkor UK? Nézzük meg UK-t, mit mond rá. Nagyon hideg. Most hát nem nagyon hideg, de hideg. Hideg. És pont azt írja egyébként, hogy Amerika fele menjünk, ugye? Jól látom? Hát vagy észak-nyugat. Hát de arra Grönland van, bazd meg. Vagy nem tudom, Izland még, ami arra van talán. Lehet akár ez, igen, lehet ez akár Amerika ügyes, is, Kanada is. Legyen Kanada. Kanada. Közel van. De hát ebből már nyilván tudjuk, hogy akkor US. Akkor mert, US. Igen. Az. Peanut pie. Érdekes. Hát mégiscsak... Ilyennel sem találkoztam még egyébként. Ez nagyon nehéz egyébként. Elsőre kitalálni? Hát így ételeket belőni, hogy ezt most hol. Mert egyébként valaki írta itt a törököt, és ez egyébként simán lehette török, pont ezzel a gejjédes kinézetével. Egy a törököknek vannak egy az egybe ilyen desszertjék, hogy egy az egybe lehetne török. Nem olvastuk ennyire, hogy mik vannak ideírva. Meg hogy mennyire pontos ez, azt se tudjuk. Na mindegy, menjen a kövi. Mert ez van, több kép is. Aha. Több mi kép a faszom? Rice noodles. Várj, maradjon ez, és akkor szólj, hogyha átvágy. Pork belly. Garlic, salott hagyma, fish sauce, sugar, pepper, lemongrass, chili. Ez kínai lesz. Ez Kína. Igen? Aha. Van még közben a másik kép egyébként. Ez is valami ázsiai, vagy Vietnám lehet még, vagy maláj, vagy valami hasonló lesz. Cream papaya. Melyiket célozzuk? Kína, Vietnám. Vietnám van a kettő között, ahova, amire én gondolok, úgyhogy az a három, amire én gondolok, úgyhogy legyen Vietnám egyszer, és akkor majd mutatja a térkép, mi arra kell menni. Buncha!
Telibe. Hanoiból, aha. Nagyon szép. Kövi. Hát a kövi. Na tessék, na tessék. Az mit jelent, gyerekek, hogy minced meat? Ez milyen, milyen? Ezt értem, a húst. A minced, az mit jelent? A darált. Darált. Ah, darált. Köszönöm. És erre gondoltam, de nem mertem mondani. Mi a konyhán grindednek hív? Jó, oké. Okay. Hát fiú. Várjál, azért ilyen, ilyen van azért Írországban, ilyen van nézzük Angliában. A többi képet közben? Mert... Ja, van többi kép, akkor nézzük meg a többit. Második kép. Azért ez így van másabb egy kicsit. Így azért már másabb, igen. Harmadik kép. Ez aztán meg így meg már tényleg. Hát így meg már ázsiait mondanék rá egyébként. Hát igen, főleg. Tehát a harmadik kép az már, a harmadik, második kép az meg már full Ázsia. Hát ez nem lesz egyszerű. Nyomjunk egy Kínát erre. Kína. Nem. Legyen. De határ. Határ mentén. Észak. Észak. Észak-észak-kelet. Észak-észak-kelet. Az, az akkor, azt jelenti, aki... hogy... Ez mi van ott? Ez csak azt jelenti, hogy nem tudjuk, de tehát lehet észak is, lehet kelet is, észak-kelet, bármelyik. Mongólia? Orosz... Mongólia? Hát mi van még ott? Nepál? Nem tudom. Akra. Ja, Korea. Korea egyébként tényleg. Gergi, amit ír, hogy Korea. Igen, tehát, igen, egyébként szintrox színe felhívta a figyelmet, hogy descriptionnél van írva egy kis segítség pluszom még. This dish is created using cow or pig. Oh! This is beef or pork. Tehát, lehűtik, és utána vágják föl ilyen kis, kis katonákra mondjuk, így nem tudom. Hát az. Épp pizza. Szezám, szezámolaj. Falatkákra. Igen, azt falatkákra. Talán jó. Sesame oil. Chili powder. Szerintem én maradok a izénél. Korea talán. Korea tetszik. Simán lehet ez Korea. De melyik? Hát melyik a déliből, bazd meg, csak nem küldenek képet. North Korea. Persze. Kim Jong-un. De várjál, most ezt, ezt talált, vagy nem talált? Ezt talált, három pipa, nem? A, ja, csak nem töltötte be. Az. Sunda. Az volt, ugye, de... Sunda. Vagy nem tudom, hogy ejtik ezt. Az volt, aha. Sausage. Szerintem erre észak és dél is jó lett volna. Ott ja, van az észak is. Ja, tehát észak, észak, észak. Amúgy, amúgy ami még arra vitt, hogy, hogy Korea, az a tányér. Mm-hmm. Az a harmadik képnek a tányéra. Ja, te felismered az észak-koreai tányérokat? Nem, hanem ez ilyen, nekem ez ilyen ázsiai, ez a virágmintás, kék izé, porcelán tányér. Ja, nagyon. Azt hittem, hogy a Koreát is felismerted benne. Hát azt azért nem, mert a kövi. Erre menjen egy van. Hopp. Tessék, a beef. Hagyma. Liszt. Igen. Só. Só. Víz. Víz. Tészta. Hát ez mi az anyám, bazd meg, gyerekek? És azt írják még, hogyha olvastad, hogy, hogy ezt tradicionálisan kézzel eszik. Ebből kiindulva azt mondanám, hogy India. Na, ugyanezt akartam mondani, hogy nekem ez India akkor. Főleg, hogyha kézzel eszik. Igen. Legyen India. Nem, de meleg. Tudod mit? Pakisztán. 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 Az igen. Az lett? Nem. Nem. De nagyon, az is meleg. Meleg. Ó, észak. Mi van még ott? Hát észak, nyugattól észak-keletig. Észak is. Ú, mi van Pakisztán mellett, bazd meg? Elvileg ennek az ételnek az a neve, hogy Besbarmak. Ha ez segít.
most ugye le van írva. Nem, Nepál, nekem van egy kollégám onnan, bazd meg, csak nem jut eszembe a izé neve az országnak, ahonnan jön. Szabad googlizni? Megnézheted, milyen ország van ott Pakisztán mellett? Nem jó, szabad, jó. Nem. Azt mondom, hogy nem. Első alkalommal jó, de... Tehát, hogy van egy ország Pakisztán és India között, nem Afgán? Afganisztán lenne? De egyébként nem szomszédos. Nem azt írná, hogyha szomszédos lenne. Ja, nem szomszédos? Azt írja, hogyha szomszédos, akkor hát eddig írta ugye, hogy border, de most nem írja. Szíria is inkább közel-kelet, gyerekek. Nem, az távol-kelet. Hát nem nyugat ebből, hát mondjuk nyugati nem megy el az iránytű, de... Argentina, az apád töke az Argentina. Nem tudom, nézzük meg Butánt, nem tudom, nincs elképzelésem egyébként, de hogy oda teszem mindenképpen valahova. Bután is nagyon meleg. De Butántól nyugatra, talán inkább, hát észak. De mi az Isten van még ott egyébként? Tudom. Tehát, hogy milyen ország van ott még? Kirgiz, Isztán, nem tudom ténylegesen. Kazasztán, Kirgizisztán. Tibet sincs ott, az messze vannak, Nepál. A mongol, az mongol. Nézzük meg a Mongóliát. Az is meleg. Ja. Kurva. Azok is esznek kézzel, nem? Mongóliától viszont mi talán inkább... Várjál, figyelj, mi van még ott? Mi van? Nepál van ott? Hát akkor Kazasztán, nem? Kazasztán van ott még. Tényleg Kazasztán van ott még. Vagy Kirgizisztán. Írd be a Kazasztánt. De Kazasztán meg határos Mongólia, nem? Ja, és nem határos ezekkel, ugye? Azt elvileg, igen. De elvileg nem határos. Tadzsigisztán. Ú, gyerekek, de ti ezeket vágjátok, Üzbegisztán, Tadzsigisztán. Nekem ezek az egy az egybe ugyanaz az összes, bazd meg. Vatikán. Mert a Kazasztán... Menjen a Kazasztán, nézd meg! De Kazasztán nem lehet, nem? Az határos Mongóliával. Én szerintem. A Kirgiz van egyel arrébb, nem? Akkor nézd meg a Kirgiz. De már ez úgyso tippünk. Ja, akkor várjá! Akkor inkább Üzbég. Már négyet hibáztunk. Üzbég? Akkor legyen Üzbég, nem tudom miért. Tatra azt írt, hogy Üzbég, és az ugrott fel először. Az volt! Üzbég? Üzbegisztán, igen. Geci, ez meleg volt. De amúgy lehet, hogy elfogadta volna a Kirgiszt meg a Kazakot is, ahogy nézem. Ó, látom. Milyen országok voltak ott? Hát talán itt ezt a tűnt menni a térképen. Ahogy egész jókat tippeltünk. Tehát egész jókat tároltuk. Igen. És a Mongólia meg Kazaksztán akkor nem is határos, csak gondoltam, hogy... Hát ez... Ott van egy centi nem határos rész. Jó, mert a kövi. Na, ez valami ital. Ital? Ha? Ó, ez mi a? Török. Török. Rózsavíz, az nagyon török. Nagyon török, és tudta. Bár ahogy látom, elég sok közel-keleti országhoz. Ja, hát akkor bazdmeg ez bármit mondhattam volna onnan. Mi volt ez? Sárbat. Bangladesre gondoltam én az előbb, amikor mondtam, hogy valami a kettő közt van. Bangladesh. Most ott van, Bangladesh. De mi ez finom? Ugye ittatok már ilyen? Rózsavizet. Már nem ezt az italt. Ja, ezt a izé, szarbatot? A szarbat, aha. Ahogy látom, itt van hozzá szarbat. Rózsavizet ittem, szarbatot még nem ittam. Igen, szarbatot van már. Fogalmam sincs egyébként, ez ilyen limonádé-szerű valami lehet. Gót. Kecske. Dry chili. Az igen. Ecet. Mi fahé, bazd meg. Babérlevél. Rose garlic. Onion, tomato, só. Hát ez ilyen, van több kép is. De van. Aha. Milyen tökömet?
Hát ez konkrétan paprikás kecske, bazd meg. Mi ez? Kenyérre rá tudunk menni egy kicsit? Majd. Vagy ott a tányér szélén arra a szénhidrát forrásra, aha. Erre gondoltál itt? Aha, arra. Fixen avokádó egyébként, úgyhogy abból is már, ahogy avokádós. Ebből én már egyébként inkább keletfele mennék. De vannak itt még képek. Itt is látszódik. Ha menjünk tovább. Egyébként. Nagyon ilyen izé. Ez nekem itt nagyon meg, ilyen... Itt meg ez még ilyen pacalosnak tűnik. Pacal. Egy az egybe pacal. Jó, ez Irak. Tipp egyébként. Irak, Irán. Valami ilyesmi lesz. Irak, menjen? Menjen Irak. Nagyon hideg. Nagyon hideg? Na azt jó van, igen. Dupla hideg. Dupla hideg. Dupla hideg. Észak. Észak, nyugat. Marinating meat, azt írja. Marinating meat. In a blend of chili pepper. Spicy and vinegar. Slow cooked until tender. De ha nagyon hideg, akkor nagyon sokat kell menni északra, igaz? Hát, valószínűleg igen. Vagy nyugatra, a kettő között. Akkor nézhetünk egy... De avokádót, bazd meg, izé. Esznek ilyen lett ország, meg ilyenekbe. Meg lájmal, meg izé. Annyira csak nincsen messze, nem? Hát mit tudom, lehet ilyen izé. A én is pont arra gondolok, Tihany, hogy ilyen... Azt akartam mondani is, ilyen Albánia. Ilyen Bulgária, ilyen... Bulgária. Igen. Kecsked. Legyen Bulgária. Valamerre induljunk meg. Az is dupla hideg. És nyugat, észak. Észak-nyugatra Bulgáriától? Hát vagy nyugat is lehet, vagy akár... Nem tudom, hogy ilyenkor mindkettő-e, vagy csak azért mutatja így már, hogy ne tud értelműen. Mert az a neve az ételnek elvileg, hogy birria. Ha ez bármit mond neked. Sajnos nem egyébként, és birria az meg nekem... Nem hangzik ilyen spanyolosnak? De, mint hogyha inkább... Birria. Valami dél-amerikai lenne. Megnézhetünk egy izét, egy Mexikót mondjuk. Á, de annál lejjebb kérem, egy Ecuadort. Chile, Ecuador? Chile, Ecuador, valami. Cia. Aha. Hát, langyos. Langyos. Aha. Bár ettől is észak-nyugatot mutat. Nyugat, észak, nyugat. Ami azt jelenti, hogy... Akkor tényleg Mexikó lesz. Nem is tudom, mit jelent. Mexikó? Menjen Mexikó, megnézzük. Az Mexikó akkor, ja. Igen. Mexikó. Az. Aha, Mexikó. Jalisco. Hát igazából a névről tudtunk következtetni. Guadalajara. Hm? Na, ha ezt leírta volna, akkor tudtam volna, hogy Mexikó. Hát igen, ez egy félsziget. Na oké. Mert a kövi kép. Jó, hogy ez már Na, hozzunk össze egy 15 ezeret. Most már ne legyünk bénák. Hallva néz. Na, most... Fekete bab. Hát... meg. Mi a faszom ez? És van még egy kis, a végére van még egy kis narancslé is, ahogy nézem. Chorizo. Mi ez a chorizo? Egy kolbász, olasz kolbász. Fekete még kipörköltje? De mi ki eszik ilyet, bazd meg? Nem tudom, ez ilyen nagyon amerikainak tűnik, nem? Spanyol, bocsánat, nem olasz, spanyol. Teljesen igazad van, Tihany, bocsánat, nem izé. Spanyol, bocsánat, igazatok van, nem olasz, bocsánat. Akkor legyen ez is Mexikó? Nem, ez legyen spanyol. Spanyolország? Ez legyen Spanyolország. Jó, lássuk. Áj, határ! Nagyon forró, gondolom akkor portugál. Bassza meg, akkor portugál. Igen, portugál. Hát akkor portugál volt, spanyol.
A chorizo az spanyol. Elfogadhatta volna egyébként. Aj. Hát figyelj, még itt Brazíliát például elfogadta volna, úgy látszik. Angola, São Tomé and Príncipe, São Tomé és környéke, vagy nem is tudom, hogy az minek, minek. Meg az nem tudom, az mi. Ezt nem is hallottam még ilyet róla. Mozambik. Jó, hát már hallottam. Vannak itt még. Timor-Leste. Timor-Leste. Hát igen. A híres Timor-Lestei válogatott. Nem, a nyelvehegyén volt Timor-Leste. Igen, a nyelvehegyén volt Timor-Leste. Na kolbász, ismét egy kis kolbász. De ez izében van, nem? Ez valami... valami... Ez úgy tűnik. Liszt, tojás, tej, só. Na ez az, ami skót. Azt mondod? Hát ez ennél skótabbat nem tudok elképzelni. Még egy kis grévi szósz rá, bazd meg, és ez skócia maga. De mert ez skót, az nincs is, csak akkor jó ki, nem? Ejtéd. Az is, igen. Sausage toad. Hát ez a tipik izé. Skócia. Hát ez hogy fordítod? Ez az izé? Kolbász breki? Kolbász lyukba. Béka lyuk van. Na ez valami tengeri. Mi a seafood? Such as a shrimp. Lehet, fish. Igen. Lehet. Igen. Értem. Nem bármilyen gondolom, de hogy tengeri. Sweet potét, onion, pepper, liszt, mi az? Corn. De igen. Making sütőporba ez meg. Ice water, ez tempura egyébként. Ennek az a neve, hogy tempura. A tempura az kifejezetten japán. És én a japánra, a seafood is elég japán egyébként. Én erre mindenképpen azt mondom, hogy ne keverjük össze a temperával. Ott is ne keverjük össze a temperával, ez kifejezetten. Ez tényleg a tempura. Kukorica keményítő, ja. Nekünk az majcéna. Mennyi? Hány pontunk lett? Hát... 14.500. Ja, jó, megyünk még egyet. Na jó, még egy utcsot akkor. Na ezt most meg kell tolni. Azt mondja, hogy while this dish is enjoyed in many places world over, what is the country? Tehát, hogy honnan származik igazából ez a kérdés? Ez nem egy túl könnyű kérdés, hogyha még sok helyen fogyasztják. Hát ez a faszom tudja, hogy ez honnan származik. Hát ilyet már mindenki evett, az meg. De tudod, hogy mi az, hogy honnan származik? Hát honnan származik? Na, de... Te találtad ki, vagy nem? Nem, bazd meg. Hát de most ezt honnan a... Tehát, hogy... Ezek a ki? Hát az meg ezer éves kajagát, hát ezt már honnan tudjuk, hogy honnan kitaláltak? Mi ez egy, azt tudjuk, hogy mi ez? Hát ez ilyen kis izé. Ilyen kis süti falatka, tudod, meg lehet tölteni mindennel. Tehát, hogy a hústól elkezdve ilyet töltenek bele, a sajtól elkezdve mindent, bazd meg. Tehát akkor ez nem olyan argentin? Ez az eredeti fornettina, akkor így mondom neked, jó? Ez az eredeti fornetti. De hogy ezt honnan az anyámból... De fogalmam nincs, bazd. Lehet ez Argentina? Hát simán lehet egyébként. Na, legyen. Hát ilyet tényleg mindenhol kapsz egyébként. Mondjuk én, hideg, ha ebből indulok hideg, ki... Nem, kelet, észak-kelet. Mondjuk szerintem ez egy nagyon-nagyon régi dolog, úgyhogy én inkább mennék ilyen közel-keletre egyébként. Aha. Vele. Benne van, a dupla hidegből. Jó, menjünk Indiába. Xafu azt írta, hogy menjünk Indiába, egyet nézzük meg. Hideg. Ettől meg ugye nyugatra van. Ettől meg nyugat, na igen. Én most is tartom a közel-keletet, de hát Izrael nem talált fel semmit az elmúlt 70 évben. És ezt nem gondolom. Európa is az, nem? Szerintetek ezt Európába találták ki, ezt a kaját?
megkérdezem. Nem. De írják sokan, hogy spanyol egyébként, de hogy nekem... Szerintem a spanyol az túl nyugatra van, ez nem. Nekem is. Igen, empanada a neve. Ó, empanada. Akkor spanyol. Jó, legyen akkor spanyol. Az olyan spanyolos a hang. Istenek spanyol. Annyi. Köszönjük, Balázs. Nem láttam az empanádát egyébként. Igen, nem ezeket a hinteket nem veszem észre egyébként. Igen, hát jó, első alkalom. Na, oda néz. Mars csoki. És... ennyi. Nekem is, ez nekem nagyon íze Angliában van ilyen íze. Persze. Ott vannak ilyen íze elmebetegek, hogy a mars csokit belerakják a vajas tésztába, az kisütik bazd meg frituba. Igen, skócia. Deep fried, ott is van, látod, deep fried. Az. Eddig jók vagyunk, ez volt az első, ugye? Nem. Második picsába. Jó, az első szót az valaki fordítsa le nekem. White cheese és egg. Nem tudom, mi a filló. Filló. Görög leveles tészta? Vagy leveles tészta? Ez konkrétan Thessaloniki. Beírom? Városra Thessaloniki. Görög. Thessaloniki, Görögország. Nem, forró. Viszont nem is, még csak nem is határ. Nem határ. Igen. Észak, nyugat. De meleg. Tehát, hogy így, nem tudom. Az délre van Görögországtól, Ciprus. Az lefele van. Meg keletre. Ugye? Jó mondom? Az lefele van Görög. Hogyne? Hát az lefele van a földközi tengerbe. Hát ez ja, lehet mondjuk. Ez lehet mondjuk. Albánia. Hogy mondjuk, ami nem közvetlen mellette van, hanem egyel arrébb mondjuk. Hallod, Makedón. Legyen Makedón? Most írd be Makedón, nem tudom miért most ezt beugrott nekem. Na viszont Makedón. Az már határos. És észak-nyugat. Mi van ott akkor? Szerbia? Vagy Albánia? Vagy... Faszott. Albánia, nem? Mi van Makedónia, Albánia? Amúgy Montenegro. Nem tudom mi van ott pont. Szerintem Albánia lejjebb van, nem? Amúgy lehet, Albánia van leglejjebb ott azon abban a térségben. Bulgária az még keletebbre van, szerintem. Nem tudom, hogy te Montenegro. Montenegro sem! Gibanica! Akkor... Gibanica! Az a neve, hát Gibanica. Csak Szerbia lehet, nem? Hát ez Albánia. Persze, Szerbia. Jó van. Kell mennünk még egyet, baszik, ezt nem hagyjuk abban, még nem lesz 15 000 pontunk. Hát te Gibanicát, ezt nem tudtad? Honnan a faszomat tudtam mondani? Ah, Gibanicások. Ez csak Opa. Tudod. Ugye pork, garlic, red wine, vinegar. Edva. Mi az? Ez az allspice, az mi? Vagy fűszerek. Összes fűszer. Jól tudom, értelmeztem, az köszönöm. Összes fűszer. De egyben leírva ezt még soha nem láttam, hallod, és ezt így elolvasva, hogy én ezt nem tudom, hogy ezt még nem láttam, így, hogy all spice. Black pepper, salt. Magyarul vegeta. Vegeta, igen. Szegfűbors. Szegfűbors elvileg az allspice. Szegfűbors? Na ez biztos. Akkor nem, aha. Amúgy megmondom őszintén, nem. Igen, mondom, szegfűbors, aha, az melyik, az mi? Aha, na mondom, akkor... Újvi majd, akkor... Újvi egyből tudni fogja. Na, akkor ez nem segített amúgy. Szegfűbors. Ez nekem balkáni kajának tűnik. Aha. És melyik? Írjunk egy Bulgáriát. Kezdésnek. Az a baj, hogy az nincs egyértelmű válaszunk erre.
Vörösbor ecetet hol használ? Mindenhol van. Meg. Meleg. Vagy langyos. Langyos. Hát akkor megint úgy vagyunk, nyugat, hogy nem tudjuk. Nyugat. Hát horvát lehet például. Horvát, akkor nyomj egy horvátot. Aha. Az nyugatra van. Hát nyugatra van. Jó legyen. Annál, ilyet nem csinálnak annál nyugatabbra. Az tuti. Az is meleg, de amúgy nyugatabbra van. És még nyugatabbra van. Ha, horvátnál. Hát mivel? Ott már Olaszország van, bazd meg. Hát látod, basszus. És ilyen dél. Nyugat, délnyugat, hát akkor csak olasz. Hát akkor csak olasz lehet, persze. Várja, Carne, de olvassuk el a nevét. Nem olvastuk el a nevét. Nem olvastuk el a nevét. Hát az portugált, nem? Hát persze, hogy portugált. Hát az meg Vinha. De mi nem olvassuk el a nevét, mindjárt elfelejtjük. Nissan Al-Qaid. Jó van, mindegy, mehetünk tovább. Na, van akkor. Na tessék, na ez. Na, ó, mi ez? Ez valami, ez a gránit? De hülye, ez brownie, ez Anglia. Ja. Ez maga a brownie, ez Anglia. Aha, nem az. Hogy a faszomban nem az? Akkor török. De nyugatra van, basszeg. Akkor... Gondolom, USA. Akkor Amerika. De tényleg... De hogy nem Anglia? Igen, hát ez eredetileg believed, angol. It is believed to have been created by a chef in Chicago. Érdekes. Mindegy. Újvi jó ebben a játékban. Na, ezt viszont tudni fogja Újvi. Csak ránéz és ezt megmondja egyből. Kína. Mondom, ez Kína. Akkor a kurva anyját. Jéghideg. Persze, jéghideg. A kurva anyját. Hol? Mi ez az? Itt húsgolyó az van. Ez. Hogy? Dehogy is. Ez. De. Igen, barna keze van, lehet India. Kármán. Ú, de rasszisták vagytok, hallod? Miért? Kínában nem lehetnek barna kezű emberek? Mondjuk nem. Lehet egyébként. Mármint, hogy nem feltétlen India, vagy nem a környék, csak hogy az attól még... De egyébként látod, hogy nord fele mutat az iránytű? De lemegy... Aha, én inkább ilyen... Inkább nordra mutat, igen, mint... Nem volt az olyan messze Ice Cold egyébként. De Kínától sokkal éjszakabb. Hát Oroszország. Nem orosz. Hát ez biztos, hogy nem orosz. Ez mi a faszom ez a kaja egyébként? De ott írja, hogy hot sauce, meg minden itt stimmel. Írd be meg így, hogy Kína, lehet, hogy bagos. Nem írok. Akkor inkább írok mást. Mondjál valami mást. Baglad, nem az. Hát Konti, nem tudom, bazd, mondjál valamit. Nem tudom, Kazasztán, de írom. Na jó van. Hát ez... Jó, Kazasztántól már talán inkább nyugatat mutat. Viszont jéghideg. Hát aztán a jéghideg, amúgy nem is tudom mire ilyen közel tippeltek. A jéghideg, az egy másik kontinens ez, nem? De nem, ez nem USA. De mi ez kagyló, vagy mi? Ja, lemolvastuk el megint, hogy van, mi volt benne erre, de... Várjál! Zeller, bazd meg, mint... Very popular. Indis... Island Nation. De hülye, ez valami szigetország. A Szigetország. Hát ott írja. Igen, értem. Hát mondjál szigetországokat. Anglia... Ami sokkal nyugatabbra van. Igen. Hát mit, van egy csomó, hát ott mit a... Milyen csomó? Hát ott Amerikában is van egy csomó, vagy mennyire nyugatra? Hát mit tudom én, hát mennyire nyugatra menjünk el.
Ez a kérdés. Jó, mi írjunk egy... Európánál álljunk meg, vagy menjünk még nyugatabbra? Ha? Amerika vagy Európa? Legyen Amerika. Valamiért ezt érzem. Van, legyen Amerika. Van? Kuba. Kuba Szigetország. Kuba meleg. Észak. Mexikó. Kelet. Akkor Trinidad és Tobago. Ott van. Írjad. Jó van, Trinidad. Trinidad és Tobago. Langyos. Akkor viszont nem délre kell menni. De mi van ott Szigetország, még gyerekek? Costa Rica. Írd be Costa Ricát. Puerto Rico, Bahama. Costa Rica. Úcsó tip. Jamaica Afrikában van. Na, jó, Costa Rica. Jó van, akkor Bahama volt. Bahamákon, jó van. Hát de... Mondták, hogy barna a keze, hát tudnod kellett volna, hogy az a Bahamák. Mert a kövi... Kína. Kínából indultunk. Utolsó, jó. Na, hát ötkás, nem? Mi az anyám picsája? Ez konti. Na de Kardamon. Ott van Kardamon, Mazsola, Kesudió, Banán, na mi kell még? Ezt csak tudod. Szíria lesz. Üdös. Üdös picsába. Now this dish is made by layering the thin pancakes filled with a mixture of beaten eggs. Elefántcsontpart. Viszont kelet, dél. Kelet és dél, mitől? Mit mondtunk, Szíriától? Aha. Kelet és dél, hát az konkrétan Katar. Szerintem annál azért távol, nem? Mert hűvös volt. De annál távolabb. Sát. Akkor mi lehet? India van még arra. Bangladesh, Kazigisztán. A rántott húsos zsömle. De hát az rántott hús, azt nem látunk belőle semmit. Banán kókusz. Na, legyen Filippino. Nem. Attól meg nyugat. Hát a kettő között. Hát akkor nem tudom. És az is hideg, úgyhogy a kettő köz van pont félúton. Hát mi van, India... Hát azért ott van egy pár ország megint. Bangladesh. Próbáljunk egy Indiát. Azt gondolom. India, ja. Chattipattiri. Persze, ez a híres Chattipattiri. Tolcsi, köszönjük. Szia, Konti. Sziasztok. Jó étvágyat mindenkinek. Conti Contrade. Oda néz, pomegranate. Na, pomegranate. Aha. Ground walnut. Chicken, onion, oil, water, salt és pepper. Geci. Hát itt a másik kép. Oda néz. Aha. Ilyenkor egyébként mindig felteszem magamnak a kérdést, hogy mi a kurva anyámért tanultam. Nem tudom mi az. Gránátalma, az azért nem sok mindenben van, hát, nem? Nem a fasz, nem. Hát mindenhol van gránát. Mindenhol van. De hát ugye az inkább mediterrán. Van rizs hozzá. Az ott oliva bogyó, az a képen ott mellette, a kis fehér tálkába. Egyébként úgy. Ja. Hát van ott brokkoli. Lime. Talán.
rizs, és nem tortilla. Na, nem Marokkó. Marokkó. Tunézia. Tunézia? Legyen Tunézia. Tunézia. Hát, hűvös. Nyugat, vagy mi kelet, észak? Inkább kelet. Inkább kelet. Inkább kelet, ja. Ha mehet az Irán, vagy izé, aha, Irán, 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 Tarsi. Aha, ott is van. Tesz ennyi. Tessék, ennyi. Ezzel jöttem rá. Ezért csak megszültem. Aha, traditional Perzsa is. Mi volt Tarsi? Mi volt a neve? Fesanyán? Ha, Fesanyán. Fesanyán. Na, oda nézd, izé. Disznópata. Hát ez tipik magyar, ugye? Angolul van kiírva, és centben van megadva az ára darabjának, úgyhogy ez Anglia. De mit lehet akkor ír? Ír. Most teljesen hülye? Ír volt. Ó, geci, most ez halálkabaja, nem fogadta el azt, hogy cent Angliában? Mi van ott? Nem font és cent van? Mi a fontnak a váltója? Penny. Penny. Ó, geci, Penny. Jogos. Hát akkor mehet egy úcsú, nem? Menjen egy úcsó, kell. Penny. Jó, ez megint... most visszadobta már, látod, tessék, na. Nem tudom. Na, ez figyelj, ez Írország. Igen. 2018-as kép. Szép volt, igen. Na, eddig, na, ez... eddig jók vagyunk. Utaci Leaves. Uda Seeds. Na, hát ezt csak tudod. A Ground Ehu Seeds és a Kalabash Nutmeg. Ki a faszom eszik ilyet? Mondd már újra, ezt csak neked kéne tudni. Nem? Ground Ehu, meg a Kalabash Nutmeget. Fú, bazd meg, de ez mi a sertés, az mi? Ez tehén láb. Tehén feet, ha látom. Jó, tehenet nem eszik meg Indiában. Az nem. Blokk, teljes blokk. Jó, mehet... Hogy ez blokkele a 15 000-es körünket? Akkor mondjad, hol van. Nem én vagyok a pék. Akkor fel kell hívnunk a krappát. Nézzünk egy... Amúgy nézzünk egy, tudod mit? Esztónia. Nem, hülyeséget mondtam. Ja, izé. Annak a... afrikainak a... országnak a neve, ami nagyon nyugaton van. Nyugaton van, gyerekek, nyugaton van. Mennyire nyugaton? Nyugat teljesen ott van az Indiai óceán partján. Nem Zimbabwe, nem Nigéria. Szenegál. Szenegál. Menjen egy Szenegál. Langyos. De tőle keletre. Melyik irányba? Tőle keletre. Hát tőle még keletre. Úgy már akár lehet Nigéria. Nigéria. Én azt mondom, meglőjük a Nigériát. Ott van, Nigéria. Ezt valaki írta itt az előbb, hogy Nigériában van ez a kaja egyébként. Tepe. Tafu is írta. Az a gyerekek le a kalappal, de honnan a faszomba tudjátok ti ezeket, hallod? Meg miért? Mert spicy coffee-t. Kobe. Szép volt, le a kalappal egyébként, tényleg. Na, oda néz. Tápióka. Kassava. Tápióka. Meg kókusz. Ez egy Mitsubishi. Amúgy kajak. Tippelünk egy malájt, malajziát. Kezdés. Nem, tehát hogy... Langyos, langyos. Egyelőre csak a izé, a tápióka meg a kókusz. Észak, nyugat, észak. Hát ez lehet, mit tudom én, mi van arra, mi. Hát ott van akkor. Bangladesh. Thailand. Hát Bangladesh, Pakisztán. Thai az fölötte van? Thai. Fölötte van, ja. Fölötte van, ugye? Az nem nyugatabbra van.
Vagy keletebbre? A fölötte van, fölötte van. Különbszigetek az meg keletre van. Ez az pont a másik irány, mint amerre mennünk kell. A kókusz és a tápióka miatt mondom azt, hogy én is, hogy fixen Ázsiában vagyunk. Vagy azért gondoltam egy oda rakni egy valahova olyasmira, de... Amúgy ez tényleg simán lehet ilyen Pakisztán, ott szeretik az ilyen gejédes desszerteket. Megnézzük Pakisztánt. Nézzük meg Pakisztánt, aztán majd azt talán mond valamit. Hűvös. Tehát rossz irányba megyünk. Kelet, ettől keletebbre van. Az a neve, hogy Bankoi Mi. Tehát, hogy akkor igazából még lehet ez... Kínai is. Még kínai is lehet ez. Hát én azt mondom, inkább ez az írás, ez inkább ilyen... Táj, Vietnám... Akkor nyomjunk egy Vietnám tájt valamelyiket a kettő közül. Thailandot írják többen, akkor írd azt. Vietnám volt, azt próbáltam. Na, jó van akkor. Jó, Konti, még egy 9-ig belefér. A gyucsó. De ez tényleg egy gyucsó. Ez tényleg egy gyucsó lesz már. Uha. Tojás, padlizsán. Padlizsán, gárl... Hát de ez megint geci. Padlizsán steak. Malajzia, Vietnám full észak és nem kelet cseréptörés. Hát az a baj, hogy rosszul mutatja nekünk is, Ksafu, hát így össze-vissza ugrál, szóval nem jelenti, tudjuk. Hogy lehet észak is, lehet nyugat is, de hogy a kettő között valamelyik. Na. Na Padlizsán, igen, Padlizsán Tócsni, nem ismered? A híres Padlizsán Tócsni. Itt a megyó ír egyébként, az nagyon jó. Török. Nagyon török a Padlizsán, vagy az égtája a Padlizsán. Libanonban nem tudom elki, hát találni lehet, hogy Libanonban is. Ezt a YouTube-t is lehet itt néznek, megnézem ti anya. Ugye indítunk egy törökkel. Nagyon hideg, nagyon hideg. Aha, nagyon hideg. Kelet és észak. Észak, kelet. Reggelire eszik. Többnyire reggelire. És nagyon hideg. A töröktől keletre van, vagy éjszakra, akkor... Hát a keleti éjszak, akkor... Ráadásul jéghideg. Egyébként akkor bulgár lehet, nem még? Az éjszakabbra van Törökországtól, ha elindulsz fölfele. Hát hogyha jéghideg, hát az nem is messze. Szerintem, ja, valami jóval keletebbre kéne, vagy éjszakabbra. De éjszakabbra meg már nem terem meg a Padlizsán, ilyen nagyon-nagyon éjszakabbra szerintem. Hát jó, de itt tudom én, a kettő között még ott azért van olyan időjárás szerintem. Megnézzük egy Litvániát, oda nem tudom elképzelni ezt a kaját Litvániát. Nem is, és mit tudom, Ázsiába. Én inkább Ázsiába tudom ezt elképzelni, főleg ott a kis izével. A slime darabbal a tetején, vagy a faszom tudja mi az. Hol nyomták még ezt a lime-ot? Lime-ozást? Hát az ázsiai konyhában mindenhol lime-oznak. Padlizsán, bazd meg, és izé. Nézzünk meg egy Kóreát, talán. Langyos, tél. Langyos és tél. Akkor az Kína egyébként, ja. Szóval Kína, de szerintem akkor... Én szerintem fornak kell lennie. Ja. De még a Kína is csak langyos. Az is... Dél, na, viszont itt már inkább dél, és inkább kicsit kelet is talán. Mi rosszul mondom a keletet, meg a nyugatot, gyerekek? Ne haragudjatok, tudom merre van keletet. Tortang, kelet... Talong. Vietnám. Megnézzük. Vagy
Vagy nem. Táj. Nem. Akkor beemed a faszomba. Mondd, akkor mondd meg te! Hát a... Ja, mivel kelet... Hát az lehet, Fülöp-szigetek. Ja, legyen Fülöp-szigetek. Jó, írd be, hogy Fülöp-szigetek. Az. Miért lenne Fülöp-szigetek? Ne, ne. Miért kéne ezt tudnia bárkinek? Lehet a kövi. Tócsni, Magyarország. Hát, azt mondod? Nem, izével keverik. Pork, meg seafood. Szezámolaj. Szezámolaj. Szezámolaj, bazd meg. Szezámolaj is nagyon ázsiai egyébként. Most mondj egyet te először, hogy ne engem röhögjenek ki. Négy cím. Hát én csak most, hogy legyen akkor örög, na. De ne, valahol Ázsiában mondjad, mert szezámolaj. Mondd Kínát. Jó, akkor mondom Kínát. Jó. Na, az nagyon közel van. Forró. Szuper forró. Tripla forró. Oké. Melyik irányba? Kelet. Észak. Keletre kellene mennünk? Kelet, észak-kelet. Korea. Észak-keletre Korea, ja. Az van ott, nem? Azaz. Aha. Jeon. Na, ezt azért elég jobb előttük, jó. Ha Kínával határos, akkor az nem cipus lesz. Erre írhatod, hogy Magyarország. Mazsola, kalács? Erre egy az egybe írhatod, hogy Magyarország szerintem. Ez egy forró kalács, gyerekek. Forró, szuper forró, határ. Border. Ha. Ausztria? Melyik irányba? Hát nyugat, észak. Ausztria, persze. Szóval kettőből már könnyű kitalálni, vagy kettőből már oké kitalálni. Ja. Hát ez a híres Aller Helgergenstritzelin. Aha. Aller Heiligenstritzel. És te figyelj, neked ez anyanyelved, de ezt ki tudod mondani? Hogyan nem az anyanyelvem, ember? Hát jó, de hogy azért te jobban beszélsz németül, mint a többség, nem? Miért beszélnék jobban németül? Hát mert német a neved, bazd meg. Hát a geci, ez már csak jelent valamit, nem? Igen, múlva ez 12 ezer lett csak. Jó, mondj még egyet, faszom, 9-ig beleférünk még. Ja, 9-ig, na jó, van, tényleg úgy sok. Tényleg úgy sok. Újvinak magyar a neve, mégsem beszél jó magyarul. Olasz. Pasta. Parmesan. Parmesan. Ricotta. Parmesan. Olaszországot szeretném megjelölni. Vágó úr. Ravioli. Bravo. Oké, na koncentráljunk. Uha. Mi ez már megint? Ez lengyel. Ezt most mondom, hogy lengyel. Jó, na, lengyel. Ez lengyel. Ez lengyel. Póland. Én basz meg majdnem. Nyugat. Nyugatra? Nyugat és talán dél. És langyos. Német? Talán német egyébként. De nem hibázhatunk, hát figyelj, Németországban el tudom ezt a kaját képzelni. Mi van még arrafele? Liechtensteinben nem, Svájcban nem, Franciában egyáltalán nem. De német az határt valóban. Ja, nem határos. Meg csak langyos. Igen, tehát hogy lehet ez nyugatabbra, akkor lehet akár francia is, vagy ezért belga, vagy nem tudom. Franciának nem tudom ezt a kaját elképzelni, belgának el tudom, hollandnak még el tudnám egyébként. Inkább délfele megyünk, ugye? Azt mondtad, nyugat és dél. Igen. Hát akkor meg akár spanyol. Dobjunk egy Bulgáriát. De mi az? Belgiumot. Nem tudom. Ah, az már igen. Hát ez francia lesz, nem? Hát... Francia. Kik a farc?
Az a neve. Vagy farz. Még ezt egyáltalán nem tudnám elképzelni egy franciák szájába, de mindegy. Almás pite. Hát ez most vagy egy az egybe Anglia. Ez nem, ezt nem is kell rajta gondolkodni, ez Anglia lesz. Igen. Persze. Aha. Ja, Amerikát is. Egy ilyennel bukott meg a Gordon Ramsay. Hogy? Hát, hogy van egy nagyon híres almafajta, aminek most ne kérdezzétek a nevét, és abból kellett volna csinálnia az almás pitéjét, és egy az egybe egyébként egy ugyanilyet. Hm? És hát Wall kapott egy Michelin ellenőrzést, és ugye elvettek egy csillagot tőle, mert hogy nem az az alma volt benne. Hm? Ez komoly. Neked egyébként hány Michelin csillagod van? Nekem egy sincs, haver. Nekem egy sincs. Gordon Ramsaynek 13 van. Akkor gyújtsó. Az menjünk még egyet egyébként, de ez tényleg az utcsó, mert na, már nem igen, úgy, igen, igen. Na, nem úgy 9 szedjük, óra. Szedjük össze, na! Na most, de mi ez megint? Mizo, Mizo, ez japán, írhatod japán. Japán, aha, Mizo, persze, Mizo. Persze. Mizo. Mizo van benne, ez tej, japán. Mizo tej. Pötő! Csak írjad be, hogy japán, azt menjünk tovább. Beírtam. Pötő. Persze. Az a neve, hogy pötő. Oké. Okay. 5000, na, tovább, jó, tovább. Eddig. Makaroni, cheese, milk, butter. Anglia. Nem. Ez Amerika. Sajtos makaróni, Amerika. Úgy van. 10000, gyerünk. Utolsó, még egyet. Úgy geci, ennek meg kell lennie, konfi. Joghurt. Turmeric powder. Mi a faszom az a turmeric powder? Most őszintén. Na mi az a turmeric power? Cumin seed, a kömény mag, mustár, Ferguson seed. Mi az a fenugreek? Mi a fenugreek, gyerekek? Az a Manchesterben van. Mi az a Ferguson seed? Kurkuma. A turmeric az a kurd. Mi? Te hallod? Én nem tudok ilyeneket, bazdmeg. Ferguson seed. Akkor ez egyébként egy curry. Akkor ez India, vagy Anglia. De van benne aszafoetida is. Fenugreek, az görög száne. Aha. India. Menjen India. Görög széna. Kadi! Gyerekek, el se hiszem. Az a vicc, hogy most járt első, nem? Tehát ugye... Elsőre. Kipróbáltuk, és elsőre összejött. Igen. Ó, ezért erről valaki csináljon egy screenshotot. Nem csinálsz róla egy screenshotot, Gonti? De, hát itt streamen már itt van. Hát de... A telefonnal. Ja, vagy a telefon sem. Hát én mindig telefonnal csinálok ilyenekről. Legyen meg a... Minek? Az utókornak. Megkész van. Elküldjem neked? Igen, Lici. Hú, ennek örülök, hogy most ez így meglett amúgy. Bent. Jó, mondjuk most kaptunk 3 egész könnyűt egyébként. És most be nem küldöm, ugye? Hát ezért messze van. Pislogtam! No, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.